Tavaly a Covid győzött, idén viszont újra a pályán dőlhet el, immár 21. alkalommal, hogy kinyeri a Videóton baráti kör hagyományos évvégi futballfesztiválját, amely 4 napon át ad programot a Vogue-ban az érdeklődőknek. Az első nap a 27-én, tehát pont egy hét múlva hétfőn, 14 órakor a 38 pusztos öregfiúk bajnoksága 6 csapatossal kezdődik a torna. Gyakorlatilag a házigazda baráti körön kívül a másik 5 csapat a megye valamelyik bajnokság, öregfiúk bajnokságába dobogon állt, mindegyik csapat Fehér megyei. Másnap 28-án a női kupa szinti 6 csapattal kerül lebonyolításra, és itt egy külhoni csapatunk van a Magyar Kanizsa, a másik 5 csapat szintén Fehér megyei, és azon a napon pedig az első edzőjének, a Videóton baráti körnek, Kis Lajosnak a tiszteletére egy emléktornát is szervezünk 3 csapattal. 29-én kezdődik a főtorna, amelyen amatőr, de korábbi vagy akár jelenlegi igazolt játékosokat is felvonultató csapatok mérik össze erejüket. A mezőny nemzetközi lesz, és igen veretesnek ígérkezik. 16 csapat lett, 4-4-es csoportba sorsult őket, 4-2 csapat fog tovább jutni, és 30-án ők fognak versenyezni a végső győzelemért, és 30-án még van egy kis betét tornánk, 11 és 2 között egy U11-es torna, Botos István emlékezetére tartunk majd meg egy mini tornát a gyerekekkel, és fontos azt is hangsúlyoznom, hogy hát ahogy az előbb szerkesztő úr is mondta, hogy tavaly a Covid győzött ugye a tornán, az azt megelőző 3 évben viszont sorrend is egyben, a Meddox, a Sárépszer és a Lázár Lovas Park voltak a győztesek, mind a 3 korábbi győztes itt lesz a tornán. Pontos információ, hogy a tornára a belépés ingyenes lesz, de a vonatkozó előírásoknak megfelelően a nézők számára védettségi igazoláshoz kötött a belépés a Videóton Oktatási Központ csarnokába.